Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Tanyi Tibor, az ISZON mozgalom vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az ISZON mozgalom parlamenti képviselője azt szeretné elérni, hogy józan döntések szülessenek a magyar parlamentbe. Ezért egy olyan törvényjavaslatot terjesztett a ház elé, mely megtiltaná a parlament területén bármiféle szeszes ital fogyasztását. Mi a vélemény erről a törvényjavaslatról? Ez kicsit szigorúbb, mint ami az én eredeti javaslatom volt, vagy kérésem volt felé. Én azt kértem Székely Sándortól, hogy fontolja meg, hogy van-e teteje értelme benyújtani egy ilyen javaslatot. Nálam az volt a motiváció, hogy újólag történt az, hogy újságok hosszasan tárgyalták azt, hogy XY képviselő delíriumos állapotban volt az ülésteremben. Én nem tudom, hogy ez így volt, nem így volt, de az kétségtelen, hogy az illetőnek még csak esélye sem volt semmilyen módon bizonyítani, hogy nem, a puszta tagadáson kívül, de hát persze felszállt a hír, meg minden. És én azt mondtam, hogy állj meg a menet, hát a világon minden munkahelyen tilos az alkoholfogyasztás, de Magyarországon is, egyébként a parlamentben is ezt teszem hozzá. Csak éppen a kutya nem ellenőrzi. Semmilyen ellenőrzési mechanizmus lehetőség nincs. Nincs ott egy szolgálat, akinek lenne egy szonda, mint például egy gyári portásnál, vagy valami ilyesmi. A parlamenti őrség föl van szerelve, nem viccelek, gránátvetőkkel, sorozatlevő fegyverekkel, meg az Isten tudja még, páncéltörő autókkal, meg egyebekkel. Na, mindjük nincs, szondájuk. Tehát Székely Sándor egy olyan indítványt tett le az asztalra, egy nagyon szép, hosszú indítvány, ami lényegében annyit mond ki, hogy totális alkoholtilalom, seki sebe, bevinni se szabad alkoholt, fogyasztani se szabad, meg alkoholos állapotban ott tartózkodni sem szabad. Én nekem meggyőződésem, hogyha a parlament elnöke most már sokadjára sinkófál el bizonyos fölmerült kérdéseknek az ellenőrzését, mert legutóbb is ezt ígért, hogy majd kivizsgálja, semmilyen kivizsgálás nem történt, legalább az ellenőrzés lehetőségét. Legalábbis az ön tudomása szerint. Igen. Mi sem tudunk róla, de biztos így van, ha ön ezt állítja, de nem gondolom, hogy elsinkófálta volna, azért ott van millió egyéb megoldásra váró feladat a parlamentben. Egy biztos, hogy érdekes kép lesz, mert egy kép az ezer szó, hogy egy állig fölfegyvezett biztonsági ember a képviselőket, akik egyesével sorba állnak, megszondáztassa. Hát én szúrópróbaszerűen, vagy inkább úgy mondanám, hogy gyanú esetén. Gyanú esetén. Várható, hogy józan döntések lesznek a parlament összes padsorában ennek következtében, ha idáig, Isten ments, nem azok lettek volna. Na, mi történik az ön mozgalmával? Lehet-e már mérni önöket? Milyen esélyeket adnak a jósok az önök bejutására? Hát most igazából egy picit még várni kell, mert november végén kapjuk meg az adatokat a legutóbbi közvéleménykutatásról. Most tulajdonképpen egy olyan... Ezeket önök rendelték meg? Volt ezt most mi rendeltük meg. Hát van rá pénzünk, hát muszáj, hogy legyen. Önöknek is vannak milliómos támogatóik? Hát sajnos nincsen egy se. Tehát sem millió, se filléres nincsen. Tehát gyakorlatilag a pártunk az kizárólag a tagoknak a pénzügyi juttatásából él. Hát akkor a követem... De nem is vágyunk arra, hogy milliárdosok támogassanak egy baloldali pártot, tehát ilyen azért nincsen, ugye, amikor azt mondjuk, hogy már pedig édes barátom az osztalékod ezentúl adózni fog, én nem hiszem, hogy erre aztán bármelyik milliómos fölugrik, hogy hujjá, hurrá, én ezt a pártot szeretném támogatni. Tehát a milliómosoktól nem várunk, ők pedig nem szándékoznak nekünk adni egy büdös vasat se. Viszont cserébe, hát azért egyre több tagunk, pártolótagunk van, akik hát kisebb hozzájárulásokat tesznek. Ebből azért egy év alatt ki tud kerekedni annyi, hogy egy közvéleménykutatást megrendelhettünk. Azért egy olyan céghez fordultunk, aki egyébként politikai közvéleménykutatással még nem foglalkozott, bár kereskedelmi értelemben egy nagyon komoly referenciája van, tehát fogkrém, vagy szappan, vagy nem tudom milyen reklámoknak a mérése, vagy most elnézést, nem akartam ezt elbagatelizálni. Rengeteg kereskedelmi jellegű közvéleménykutatást végeznek, piacvezetők is ebből a szempontból. Lényeg az, hogy őket kértük meg, ugyanis a mainstream politikai közvéleménykutatók
ezek expressis verbis egy részük, főképpen amelyik ugye a nem kormánypárti zónát gyarapítja. Szó szerint a képünkből vágták, hogy ők nem fognak minket mérni még pénzért sem, tekintettel arra, hogy minden méréssel ők úgy érzik, hogy a fő megbízójuk érdekeit sérteni, az pedig ugye ez a... Elég érdekes, amit mond, de nem nyitunk újabb háborús vonalat, elegen utálnak. Jelen minket. Pillanatban egyébként minden becslésünk, tájékozódásunk, korábbi mérések alapján azt tudom mondani, hogy valahol olyan 1-2% környékén vagyunk, ez nem egy komoly, nincs elmozdulás. Képviselőjelölteik száma hol tart? Hány helyen tudnak hát képviselőt 63. indulni? Ez még mindig nem 70. Ez még mindig nem 70, de nem is most vannak a választások. Ez soha nem azt jelenti, hogy nincs háttér, vagy nincs tartalék, ez azt jelenti, hogy még jó páran nem értek kellően oda. Az előző hónapokban az aktivistái nagyon nyomultak országszerte, láthatók voltak és szervezkedtek, jelentkeztek önöknél, mindenki önöknél akart jelölt lenni. Hol tart ma ez az aktivitás? Ez az aktivitás, ez gyakorlatilag cammog, ezt kell, hogy mondjam. De ez azért cammog, mert most már nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Jézusom, honnan szerezzünk jelölteket, hanem tényleg van számtalan olyas valaki, nem számtalan, számos, olyas valaki, aki hogy már közel áll ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést, hogy vállalja. Egyébként nem egy könnyű döntés, ezt én most egy fura helyzetből fakadóan értettem meg, mert ugye szó volt arról, hogy az egybesült ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje Erdélybe akart volna menni, és ott az a társaság, aki szervezte vagy segítette volna neki az útját, a helyi erdélyi társaság, arról számoltak be, hogy majdnem meglincselték őket az utcán. Ami azt is jelenti, és akkor innentől kezdve kezdtem visszapörgetni, hogy mit jelent ez a mondat, amikor jó pár jelöltünk, azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ebben a mai pszichózisban őt megvincselni a környezete, mert hogy ugye annyira szétfeszült két blokkra Magyarországon ez a történet, hogy van egyszer egy fideszes blokk, van egyszer egy liberális blokk, hogy emberek gyakorlatilag egymásnak esnek. Márkizait a liberális blokkba tenné? Mitől liberális? Hát igen, mert döntően azért liberális erők alkotják azt a pártot, tehát mondhattam volna, hogy liberális, konzervatív, náci koalíció, csak ez így túl hosszú volt, így ezen inkább hagytam a liberálist. De egyébként Magyarországon a liberális... Természetesen ez az ön saját véleménye, mielőtt bíróságra idéznének minket. Tulajdonképpen ön hogy van akkor ezzel a versenytársal megelégedve, akit az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjének választott? Nekem benne igazából jelenleg nincs túl sok se kapcsolatom, se dolgom, se semmi, mert én azt gondolom, hogy előbb-utóbb csak lesznek olyan típusú viták, amik a két nagy és az egy pici, ez a mi vagyunk a C megoldás, ugye ezt szoktuk mondani, ez a harmadik pólus. Mi nekünk egyébként ez nagyon fontos, hogy a választópolgárok tisztán lássanak, hogy van egyszer egy kormányzati, egy nemzeti konzervatív blokk, van ez a, most nem fogom elmondani az összes jelzőjüket, ez a tarka-barka összefogás jellegű blokk, és van egy baloldali rész, az pedig... Milyen esélye van arra az iszomnak, hogy az európai baloldal és a munkáspárt hívei is önökre szavazzanak? Tárgyalásban vagyunk ezekkel az erőkkel, és azt kell mondjam, hogy korábban is voltak együttműködéseink. Nem, tehát szeretném hűteni a kedélyeket, semmiféle koalíció vagy választási együttműködés vagy megállapodás nincs a láthatáron. Viszont olyan van, hogy gyakorlatilag egy ilyen közös fellépés a baloldali érdekekért, ami óvatatlanul tud azzal a következménnyel járni, hogy sokan az ő táborukból is érdeklődők mikor olvashatják az önök kész programját? Gyakorlatilag ezt most már több hónapja. Ez a bizonyos Kádár János tervez, ami választási programunk egyébként igen szocializmus néven fut a részletesebb politikai programunk, ez már pedig hát másfél éve ott van az interneten, tehát ezek abszolút hozzáférhető dokumentumok. És ezekben azért vannak olyan ügyek, például okáért egy aktuális történetet, ha említsek,
Nekünk van két olyan tézisünk, ami az oktatásnál számunkra szentírás. Az egyik az az, hogy az állami, a közoktatás az állami kell, hogy maradjon. A közoktatás nem privatizálható, nem piacosítható a mi nézeteink szerint. Ezen felül pedig hát van egy olyan jelmondatunk is, hogy ki a papokkal az iskolákból. Mi a problémája az egyházi iskolákkal? Nekem nincs problémám az egyházi iskolákkal, hogy az egyház úgy gondolja, hogy ő hasznos közreműködője tud lenni a rendszernek, akkor hajrá. Viszont az, hogy egyházi kezekbe adjunk köznevelési feladatokat, ez számunkra elfogadhatatlan. A másik pedig, hogy... Tehát akkor nem az egyházakkal van, hanem egyházi van. A modellel van. Az is egy privatizáció a maga módján. Tehát az alapítványi egyházi iskolák, ezek tök magániskolák. Na de ön azt mondta ezelőtt egy perccel, hogy ki a papokkal. Ez így az van. Oktatásból. Na most az alapítványi iskolában nem papok tanítanak. Ez így van, de az előző, tehát több mondatot mondtam, az egyik az, hogy nem piacosítható, nem privatizálható, stb. És ezen felül... Pedig az alapítványi iskolák, a magániskolák, az egyházi iskolák tulajdonképpen nagyon jól teljesítenek. Nagyon, én nekem semmi problémám az... közfeladatot vállalnak át az államtól. Ez így van, de ezt ne tegyék, tehát a közoktatás az állami feladat kell, hogy maradjon, tehát legyen egy erős kontroll ebben a kérdésben, ez a mi álláspontunk. De még a Kádár idők előtt is az egyházak közreműködtek, a szociális oktatási feladatokat átvállaltak. A közreműködéssel sincsen különösebb problémánk. Nekünk és ha megnézi egy pillanat, hogy megakasztom, a Nobel-díjasaink általában azok nem az állami közoktatásból jöttek elő, hanem az egyházi oktatásból. Én ezt se kétlem, hogy vannak ilyen kimutatható történetek. A másik ágon pedig az van, hogy az egész oktatás színvonala pont azért romlott és le. Amíg az állami és amíg az állami közoktatásban egy bizonyos időben a történelmünkben a zsidó törvények következtében zsidók nem mehettek, addig az egyházi iskolákba noktacú az evangélikusoknál, és sorolhatnám még, hogy hány egyházi iskolában remélem, hogy most nem vészkorszak van. Én remélem, hogy most nem vészkorszak van, mert... De becsüljük meg, akik a vészkorszakban is emberek tudtak maradni. Maximális. És az egyházi iskolák többsége azt tudott maradni. Én ezt mind teljesen elismerem, a 21. századot írjuk, a mi baloldali álláspontunk szerint a közoktatás nem privatizálható, nem magánosítható, és nem egyházasítható, hogyha akkor ez a pontos megfogalmazás. De ebben ezt azért hoztam elő, mert például van... Akart valamit mondani, mivel fölbőszik. Fidesznek van Debrecenben egy Pósán László nevű képviselője, aki hát szerintem teljesen abszurd módon immár a közoktatásban, tehát az általános iskolai, középiskolai tanárokat is a munkatörvénykönyve alapja alá gondolná hozni, szemben azzal, hogy jelen pillanatban közalkalmazotti státuszban vannak, annak minden jogi és egyéb garanciális elemeivel együtt. Ugye itt szépen ment a szalámizás, mert először csak a közművelési dolgozókat vették ki a közalkalmazotti körből, később a szakoktatást, most a pedagógusokat, ami pontosan azt jelenti, hogy a piaci viszonyokhoz viszik közelebb a közoktatást, ami számunkra azért vállalhatatlan, mert először is mi azt mondjuk, hogy nem valamiféle ilyen vállalati alapon kell pedagógusokat értékelgetni, hanem az egy külön szakma. Amúgy egyébként a kormány az elmúlt egy évtizedben is nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lehet a pedagógusi életpályamodellt jobbá tenni, de így nem lesz életpályamodell, hogyha kilökik őket tulajdonképpen a piaci körülmények közé. És nekünk az is nagyon fontos, amit egyébként az összes állami közszolgára, közalkalmazottra gondolunk, hogy 350 ezer forint nettó legkevesebb fizetéssel rendelkezzenek. Tehát ide megyek én vissza, amikor azt mondom, hogy állami kézbe kell venni, jó állami kézbe kell venni. A beszélgetésre szánt időnk lejárt, egyetlen egyet tudok javasolni, ha én is javasolhatok, hogy tessenek győzni, tessenek a kormánykerékhez nyúlni, és akkor kedvük szerint, hogyha az ország többsége önöket szeretné, átalakítani. Hát győzni nem nagyon fogunk, mi a nekünk az a célunk, hogy egy 5%-os plafont átütve frakciónk legyen az országgyűlésben, és nem tudok szebben fogalmazni az időrövidsége miatt.
akárki is alakít majd kormányt, abból ki fogjuk zsarolni a szociális válság elleni intézkedéseknek. A zsarolni helyett hívjuk kényszeríteni, vagy rábeszélni őket. Köszönöm, hogy velünk volt, és visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában nem más, hanem az ISZOM mozgalom vezetője, dr. Szanyi Tibor volt európai parlamenti képviselő, eredetileg a Szocialista Párt alelnöke volt a vendégünk, és hogyha vannak sértődött pártokból kimaradt emberek, akkor ima a lehetőség, náluk még van felvétel, akár képviselő. Inkább lelkes baloldaliakra vágyunk. Utolsó szójogán ezt is elmondta. Előzetesek is jövünk vissza, és következik dr. Komáromi Zoltán, házi orvos, azelőtt a DK egészségpolitikusa, most az ellenzéki pártok miniszterelnök jelöltjének tanácsadója. Tartsanak velünk!